Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2022. május 3-án kedden. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Gyermekkönyvtári programok. Szép magyar beszédverseny. Kézilabda meccs. A Városi Gyermekkönyvtár idén is számos érdekes, élménydús programmal készül a gyerekek számára. A programok részleteiről Víg Gabriella, a gyermekkönyvtáros nyilatkozott. A Móricz Zsigmond Városi Gyermekkönyvtár számos gyermekprogrammal készül a gyerekek számára. Mit tudhatunk róluk? Igen, mióta normalizálódott az egészségügyi helyzet azóta, sok programmal kedveskedünk az olvasóknak és az érdeklődőknek, és nem csak gyermekkorúaknak, ugyanis indult itt a gyermekkönyvtárban egy rejtvényfejtő klub, amelyre nyugdíjasok járnak, két hetente keddenként szoktak találkozni, és itt a gyermekkönyvtárban fejtik meg a sok-sok érdekes rejtvényt. Úgyhogy nem csak gyerekek számára vannak foglalkozások itt nálunk. Meghirdettünk egy helytörténeti vetélkedőt is, aminek megmutatom a feladatlapját. A címe az, hogy unokáink se feledjék. Ennek feladatlapnak a leadási határideje május 2-án van. Itt a könyvtárban lehet kutakodni a feladatok megoldása után, illetve a városban kell járkálni, valamint az interneten is lehet nézelődni, és május 2-án, ha beadják a résztvevők a feladatlapokat, mi kijavítjuk, és május 2. hetére terveztünk egy szóbeli fordulót, illetve az eredményhirdetést. Úgyhogy ez is egy nagyon jó program, még aki most tudja meg, és szeretne még benevezni, még jöhet feladatlapért. A másik nagy programunk, ami május 13-án lesz, ez az Óperenciás Báb Fesztivál, ami idén jubileumi, ugyanis a 10. alkalommal rendezi meg a könyvtárunk, és most rendhagyó formában fog sor kerülni rá, ugyanis nem gyerekcsoportokat, nem gyerekbábcsoportokat hívtunk, bár lehet, hogy lesz gyerekbábcsoport is, de főleg óvónénik, tanítónénik, illetve mi könyvtárosok fogunk bábozni a gyerekeknek, a közönségnek, akik főleg óvodások és kisiskolások első-másodikos korosztályú gyerekek lesznek, őket fogjuk erre a báb fesztiválra meghívni. És már nagyon izgulunk miatta, mert mi is bábozni fogunk. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy nagyon örülünk neki, hogy kész lett végre az emeleten a mi kis foglalkoztató szobánk, aminek a Kuckó nevet adtuk, és már sok óvodás csoport és iskolás csoport kipróbálta, és mi is nagyon örülünk, és ők is nagyon örülnek, mikor meglátják a szép színes szőnyegeket, és mindig késztetést éreznek rá, hogy bukfencet vessenek rajta, és most nagyon sok foglalkozást tartunk ott, és ha már így vagyunk, akkor köszönjük az óvónéniknek és a tanítónéniknek, akik elhozzák a csoportjaikat ide a könyvtárba, és jól együtt tudunk működni, bármilyen témában az ő nevelési tervükhöz, illetve tantervükhöz kapcsolatos foglalkozást kérhetnek tőlünk, mi próbáljuk azt teljesíteni, és ezzel is segíteni az iskolák és az óvodák munkáját. Úgyhogy örülünk, mert tényleg sok csoport érkezik mostanában hozzánk. És beindult, ami megint csak nagy örömmel tölt el bennünket, a mocorgó és a höcögtető foglalkozás. A höcögtető foglalkozás az 0 évestől másfél éves korú gyerekek számára lehetőség, szülőkkel nyilván, és itt én szoktam velük babázni mindenféle mondókát, höcögőt, lovagoltatót, jártatót, ringatót, láblógatót, lovagoltatót tanulunk,
amivel a szülők is otthon tudják szórakoztatni a babákat, és ez igen jó lehetőség a tulajdonképpen a nyelvtanulásra, a szocializálódásra, úgyhogy nagyon, nagyon jó, mert tényleg keresett foglalkozás, sokan szoktak jönni, két hetente szerdánként van. A másik héten szerdán pedig a mocorgó maszatoló foglalkozást tartom, ami másféltől három éves gyerekeknek szól, erre is szép számmal szoktak jönni a gyerekek, itt már egy kicsit nagyobbak vannak, és ezért tényleg a nevéhez hűen egy kicsit mocorgósabb dolgok szoktak lenni, színeket tanulunk, számokat tanulunk, kezünkkel manipulálunk, és a nevében ugye benne van az is, hogy maszatoló, tehát mindig van valami olyan kis produktum, amit elkészítünk, hát nyilván főleg a szülők, de azért a kicsik is szeretnek színezni, meg próbálkoznak az ollóval, meg szeretik kenni a ragasztót. Úgyhogy mindig van valami, amit hazavihetnek. Itt a könyvtárban lehet érdeklődni, hogy mikor melyik van. Szeretnénk beindítani egy mesematinés szolgáltatást, amire szintén kis iskolásokat és óvodásokat várunk csoporttal, amin vetíteni szeretnénk, van sok diafilmünk, lehet közüle válogatni, és ez is egy jó lehetőség csoportok fogadására, és a gyerekeknek pedig szórakozásra. Illetve jobbnál jobb könyvek érkeznek hétről hétre könyvtárunkba, amelyek közül mindenki megtalálja a számára élményt nyújtót, akár ismeretközlő könyvek, akár szépirodalmi könyvek, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy keresse fel a könyvtárunkat, ha még nem tette, iratkozzon be, mert nem ciki az olvasás, hanem igenis egy jó szórakozás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben az évben is meghirdette a Kazinciról elnevezett Szép Magyar Beszédversenyt. A versenyen a mezőtúri Szebenyi Kristóf is részt vett, illetve egy emlékérmet is hazavihetett. Győrben a Szép Magyar Beszéd Kazinci versenyén díjat vehettél át. Mit tudhatunk erről a versenyről? Hát maga a verseny igazából több részletből állt. Először is volt egy nálunk Teleki Blanka gimnáziumban megrendezett iskolai fordulója, amin hát ugye két kategória szerint lehetett tovább jutni a megyei fordulóra. Hát mivel mi ketten indultunk az iskolában a szakgimnáziumi kategóriában, ezért igazából nem volt nagy választási lehetőség, mert két embert lehet tovább juttatni. És miután ez megtörtént, a megyei versenyen sikerült egy második helyet elérnem, amivel én továbbítottam az országos fordulóra, amit most rendeztek meg április 22 és 24 között Győrben. Nagyon színvonalas rendezvény volt, én nagyon élveztem az ott létet, és bevallom őszintén azért nem számítottam még ennyire jó élményre, főleg nem a díjra, amit sikerült megszereznem. Nagyon sok új barátot szereztem a verseny során, és egy csodálatos élmény volt. Hogyan zajlottak a készületek? Hát Kugyel Anna tanárnővel készültem, ő volt a felkészítő tanárom, aki igazából a megyei forduló előtt nem sokkal írt rám, hogy nincs kedvem szerepelni ezen a versenyen, és hát igazából annyira nem tudtam, hogy miről szól ez, igazából már korábban volt szó róla, de akkor nem igazán értem rá, de most úgy gondoltam, hogy na akkor tegyünk vele egy próbát, és akkor az iskolai forduló az igazából már másnap volt, miután szólt, a verseny, a megyei verseny, megyei forduló pedig nagyjából másfél héttel utána. Sok szöveget választottunk ki, amik közül egy Tabi László nehéz címűt vittem a megyei versenyre. Miután az sikerült második helyet elérni, nagyjából nem is tudom, egy bő hónap állt rendelkezésünkre a további felkészülésre, ahol tehát eszméletlen sok szöveget vettünk át, és ezen kívül a versenyen volt egy írásbeli forduló is, ahol egy pár mondatos kis apró szöveget kellett hangsúlyozni, jelölgetni, amire hát tényleg legalább olyan 30-40 ilyen szöveget vettünk át szerintem.
És hát a versenyen meg is látszott ez a sok felkészülés, ugyanis a szakgimis kategóriának a történelmében, ez az 56. verseny volt, tehát jó régre nyúlik vissza, ez a szakgimis kategóriában most lett a legjobb eredmény így összességében, és még senki sem ért el 10 pontot az elérhető 10-ből. Nekem sikerült 4 másik ember mellett, és ezért nagyon, hát büszke is vagyok magamra, és tehát tényleg nagyon köszönöm Kugyel Anna tanárnőnek ezt a sok munkát, amit velem folytatott, és a türelmet, amit kaptam tőle. Tehát akkor mondhatni, a tanárnő volt a mozgatórugója az egésznek, hogy belekezdj. Így van, tőle kaptam a bátorítást és mindent, amit hasznosítani tudtam a verseny során. Van-e tervben olyan, hogy színészi vagy műsorvezetői pályára szeretnél lépni? Igazából, tehát engem nagyon érdekel ez a szakma, maga a filmes szakma is. Bevallom őszintén, még annyira nem gondolkoztam ezen, hogy ezzel megyek tovább. Most jelentkeztem egyetemre, nem is hasonló szakot jelöltem meg, azonban tényleg nagyon érdekel, és hát igazából főleg a forgatókönyvírás, ami engem nagyon megfog. Férfi MB2-es kézilabda verseny 20. fordulójában április 30-án hazai pályán mérkőzött meg egymással a Mezőtúri AFC és a Túrkevei VSE csapata. Kezdetben a Túrkevei csapat összeszedett játékkal alig pár ponttal maradt el a túriaktól, majd ezután a túri csapat is összeszedve magát a mérkőzés végére 5 pont fölénnyel nyerte a meccset. A férfi MB2-es kézilabda verseny 20. fordulójában a Mezőtúri Városi Sportcsarnok adott otthont a Mezőtúri AFC és a Túrkevei VSE mérkőzésének április 30-án szombaton. A mérkőzést a tabella utolsó helyén álló vendégcsapat kezdte, a tabella második helyén álló hazaiakkal szemben, akik 20 mérkőzésből 16-ot zártak győzelemmel, ezzel szemben a vendégcsapat egy győzelmes meccset aratott. Túrkeveiek az első percben megszerezték az első pontot, majd ezután a hazai csapat nem tétovázva duplán vágott vissza a túrkeveieknek. A mérkőzés az első percekben szorosnak indult, az eredmény szinte egyenlő volt, a vendégcsapat minden erejüket összeszedve jó játék teljesítményt mutatott. A hazai csapat csak 10 perc után tudott felülkerekedni a vendégcsapaton, de még így is kevésnek bizonyult a játékuk, ugyanis a túrkevei csapat behozta lemaradását, így a fél idő végére már csak 2 ponttal maradt le a hazai csapattól. A fél idő eredménye Mezőtúri AFC 13, Túrkevei VSE 11. A második félidőben a Mezőtúri csapat jobb teljesítménnyel lépett pályára, sikerült felülkerekedni a túrkevei csapaton, amit próbálkozásuk ellenére a vendégcsapat nem tudott behozni. Így a végeredmény Mezőtúri AFC 30, Túrkevei VSE 25.
Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!